A magyar gazdákat nem csak az aszály, hanem saját kormányuk ostobasága is sújtja. Az elmúlt hetekben teljes joggal felháborodott gazdák tömegei kerestek meg. Az a helyzet Magyarországon, hogy teljesen indokolatlanul, mesterségesen alacsonyan állapítják meg a vízkvótákat. Emiatt a hatóságok nem tudnak új vízjogi létesítési engedélyeket kiadni, ennek hiányában pedig nem lehet létrehozni új öntöző telepeket, magyarul nem lehet öntözni. Különösen súlyos a helyzet Magyarország egyik legjobb adottságú, mégis legszegényebb vármegyében, Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, ahol a gyümölcs ültetvények több mint 40%-a található. Az a jó hírem, hogy egyetlen tolvonással is meg lehet szüntetni ezeket a mesterséges akadályokat. A Mi Hazánk mozgalom erre törekszik, kiemelten foglalkozunk ezzel a kérdéssel is az országgyűlés hamarosan kezdődő őszi ülésszakán, és mindent megteszünk a magyar gazdák ilyen irányú támogatása érdekében is.